Néhány hónappal ezelőtt túlzás nélkül egy ország aggódott Sas Józsefért, miután kiderült, hogy Tájföldön kétoldali agyvérzés kapott. Kevesen tudják, de menetrend szerinti géppel haza sem lehetett hozni, mert az túl magasan repül, amit nem biztos, hogy túlélt volna. Végül egy olyan kisebb géppel hozták haza, amelyik szó szerint a hegyek között repült a lehető legalacsonyabban. Józsi elképesztő élni akarását jelzi, hogy ezt is kibírta, ma pedig már, bár járni nem tud, de a visszatérésre készül. Nem vagyok könnyű helyzetben. Azért nem, mert ahhoz a Sas Józsefhez készülök, akit mindannyian így ismerünk. És abba a lakásba készülök, amelyben alig egy esztendeje még nagyon vidáman mesélt Benyóritának mindenről, ami Sas József. Most vigyem, vagy te vigyem, és taps fótra! Szóval lehet egy szóból is tapsol, igen. Aztán elment a feleségével Tájföldre, ahol kétoldali agyvérzést kapott és kómába esett. Majd kalandos úton hazahozták, és most itthon lábadozik. Nem tudom, hogy mi vár rám, nem tudom, hogy milyen lesz a hangulata, csak azt tudom, hogy beenged bennünket a lakásába, amely hazatérte óta a börtöne is. Aztán egyből kiderül, hogyha a testét fogva is tartja a kerekes szék, a rendezői véna ugyanúgy benne maradt, ahogyan mindig is benne volt. Csak most nem a színházban irányítja a művészeket, hanem a nappali szobában az ápolót. És persze minket. Feküdjünk vissza az ágyba, pont jó, mert az eredeti fény is onnan jön, minden onnan jön, és akkor, és én meg rendesen fekszem. Azután mégsem fekszik le, hanem marad a kerekeken guruló rendezői székében, hogy megnézze azokat a fotókat, amelyek róla jelentek meg a régi filmszínház muzsikákban. Megdicsér, hogy elhoztam ezeket, mert hogy mondja, ez azt jelenti, hogy készültem a beszélgetésre. Azután fel is teszem az első kérdést, amely nyilván nem lehet más, mint az, hogy hogy van. Kérlek szépen, abszolút javulok, úgy érzem, hogy így az egészségi állapotom ilyen szempontból, hogy gyomor, máj, epem, vese, stb. Ilyenekkel teljesen rendben vagyok, ezekkel nekem semmi bajom nem volt, nem is volt. A mozgásommal van. Ez azt jelenti, hogy egyelőre csak nagyon keveset tud menni, és ahhoz is segítség kell neki. Amúgy nagy szeretettel emlékszik vissza a tájföldi orvosaira és ápolóira, akik amúgy egy-két nap után már tudták, hogy komikus. És megkérdezte ott az főorvos, hogy és mondja, és miben foglalkozott maga otthon Magyarországon. Nem kabaré színész volt a színész, attore. Azt mondja, de kabaré, az mi az, hogy kabaré? Sas József pedig válaszul, elénekelte neki régi kedvenc dalát, a Lalát, még a 80-as évekből. Főnököm leének famintás tapétát, jugoszlám ragasztott műanyag szalvétát, mitét a csikárok lehúzott viszárak. A Lalán megszerzít, nem egy csakály, mert a Lalák előtt nincs akadály, a Lalák előtt nincs akadály, nincs akadály, nincs akadály. Állj, letelt a munkaidőm. Mindezt pár nappal az agyvérzés és a kóma után. A tájföldi orvos ebből a nyelvtörő dalból tudta meg, hogy a betegség nem tette tönkre Sas József agyát. Sőt, állítólag hamarosan már a nővérek is vele laláztak. Amúgy a legnehezebb időszakot azért élte meg viszonylag könnyen, mert érezte, hogy nagyon sokan vannak mellette. És nem csak Tájföldön, hanem itthon is. Nem a világ szintje előtt, mert nem kiabál valóra, hogy jaj, hogy ilyen Sztalin, hanem olyan belső, olyan megmozdulás, ami nekem nagyon-nagyon jól esett. Érezte a szeretetet? Nagyon éreztem. És ez segít a gyógyulásban? Iszonyatosan sokat segít. Ha én először itt menni fogok már rendesen, akkor üvölteni fogom közben. A szeretetnél nagyobb dolog nincsen a világon. És itt jött el az a pillanat, amikor elővettem a telefonom, és megmutattam Józsefnek azokat az üzeneteket, amelyeket a heti naplótól kapott. Előbb Ritájét, aki ugye már volt itt nála forgatni. Társas játék lett a világ, játszani jó és szabad, de nem mindegy, hogy te játszol, vagy veled játszanak. Művész úr, gyógyuljon meg, mert Léna már készül a következő Sas kabaréra. De a nagyos. Idézte az egyik verset, hogy igen, hogy nem mindegy, hogy te játszol, vagy veled játszanak.
Majd pedig Andrásét, aki fityiszt mutatott Sasnak. Persze nem akármilyet. Itt van az én András főnököm. Édes drága Jóskát, szia! Nagyon-nagyon sokat gondolok rád, rengeteget, és annyira biztos vagyok benne, hogy te vagy az az ember, aki megmutatod nekünk, úgymond egyszerű földi halandóknak, hogy milyen gyorsan kikászálódsz ebből a betegségről, és fel fogsz épülni. Nézd csak, mit hoztam neked? Egy fityiszt. Ezzel a fityiszt kérlek szépen, mutasd te is fityiszt a betegségnek, és mutasd meg nekünk, hogy milyen gyorsan kikászálódsz ebből az egészből, és fél év múlva, egy év múlva, vagy néhány hónapon belül látni fogunk téged a színpadon, és nevetni fogunk rajta. Köszönöm, Andriskám. Hát ezt a fityisztnél is mutatom mindenkinek, aki arra érdemes. Rita egy évvel ezelőtt megkérdezte Sas Józsefet, hogy minek tartja magát. Amúgy ez volt talán az egyetlen kérdés, amellyel majdnem zavarba lehetett hozni. Mert az igazi, régi színház értelme vecs, ripacs. Az akkori heti napló után kapott egy telefont Görgei Gábor írótól, aki majdhogy nem letolta az önripacsozás miatt. Te, bolond, neked már rég kéne tudnod, hogy te az ország komédiása vagy. Most pedig megint visszaugrunk Rita korábbi riportjához, egészen pontosan oda, amikor József megmutatta azt az ajándékot, amit annak idején Körmendi Jánostól kapott. Ezt az Körmendi János csinálta, azért a Körmendi ebből az látszik, hogy szeretett. Én megharcoltam ért az a rohadt Kossuth díjért, és végül sikerült. Lefeküdtem az egyik miniszterelnök elé a szobába, ez igaz. Emlékszem, hogy már akkor is nagyon kíváncsi voltam, hogy hogyan is történt ez a lefekvés. Egyébként az akkori miniszterelnök Horn Gyula irodájában és Horn Gyula előtt. A történet úgy kezdődött, hogy Körmendi bement Sashoz, hogy a régi kollégái már mind megkapták, vagy éppen megkapják a Kossuth díjat. És mondom, hát ez annyira zavart téged. Nem ez zavar, hanem az zavar, hogy én nem kapok. Sas, aki egyébként nagyon nagyra tartotta Körmendi Jánost, megígérte neki, hogy megteszi, amit tud. Be is ment Horn Gyula miniszterelnökhöz, és először szelíd meggyőzéssel próbálkozott. Horn Gyula, tudod, ez egy bonyolult szakma. Ezzel egy színésznek az életkedvét el lehet venni. A miniszterelnököt ez még nem hatotta meg, úgyhogy Sas rákapcsolta meggyőzésre. Megkapja. Azt mondja, bízom benne. Hát mondom, ez így nem jó. Én ide lefekszem most a földre, amíg nem mondod azt, hogy megkapja. Pár perc fekvés után Horn megígérte, hogy meg lesz Körmendi Kossuth díja. A baj csak az volt, hogy ekkor benyitott a titkárnő, aki azt látta, hogy Sas művész úr éppen a földön fekszik Horn lábai előtt. Ciki egy helyzet lehetett. Úgy csináltam, mintha valamit elveszettem volna. Úgy előre hajoltam, és elkezdtem keresgélni a földön. Mondom, ezt már nem találom meg. És akkor, megkapta. Józsi bácsi egyébként töretlenül hisz abban, hogy visszatér majd a színpadra. Olyannyira, hogy már tudja is, hogy mit fog mondani. Egy cigányember panaszait adja majd elő. A jelmez is megvan már hozzá, de ezt most babonából nem mutatja meg. A szövegből viszont szívesen idéz. Jaj, de sok köztünk a csóró, mint mezőn a száraz kóró. Nem örömből bazse válok, de mindenkit tolerálok. Engem kitolerál, kérem. Van egy mosókonyhám Érden, nincs részvényem, csak közvényem, azt kamatoztatja a térdem, de ha besz van, vagy ha osz van, a cigánnyal vannak rosszban. Előhúznak, mint a Jokert, s velem rémisztik a Brokert. És hogy mikor fogja ezt elmondani a színpadon, azt sajnos senki sem tudja. Majd valamikor, egyszer csak, a talpra áll. Hogyha egyszer van kívül, mit mondanak, hogy mikor fog Józsi bácsi megint sétálgatni? Ilyen nincs. Nincs ilyen? Ezt a kérdést, ezt professzor is azt mondta, ezt senkitől ne kérdezzem meg, mert itt nem lehet biztosat mondani. Addig viszont sajnos marad a kerekes szék, na meg az a fiatalember, aki napi több órát tölt Saséknál, és nagyon vigyáz a művészre. Most éppen rám szól, hogy Józsi bácsi túl sokat ült már, le kellene feküdnie. Átteszi az ágyra, és megnézi, hogy hogy van. Gyerekkoromban az ő műsorain nőttem fel, és
maximálisan megtisztelő az nekem, hogy itt lehetek és segíthetek. A házi orvossal is tartjuk a kapcsolatot. A gyógyszerelésre is maximálisan odafigyelünk, és amikor én nem vagyok itt, akkor a felesége hát 200%-ban helyettesít. És hát a legfontosabb Józsefnek a gyógyulási akarata, ami elnyomhatatlan. Ez tényleg, ezt érzed? Ezt érzem, maximálisan, maximálisan. Zsuzsa asszony először nem akart beszélni, de azután csak oda ment a férje betegágyához. 43 éve házasok. 4 évtized minden szeretetével simítja meg a férje fejét. Jó, Pimpi, fog ez még menni, szaladunk. Pimpi, így hívja Sas Józsefet, a férjét, aki nélküle most valószínűleg egy otthonban sínylődne. És most könnyebb egy feleségnek Sas Józseffel, vagy mondjuk 10 évvel ezelőtt volt könnyebb? Most könnyebb. Miért? Miért most könnyebb? Hát, nem most nehezebb? Nem tudom. Nem nehezebb. Ugyanolyan nehéz. Igen. Amikor Sas József felébredt a kómából, a feleségének egy egészen különleges történetet mesélt, és azt akkor hitte is. Mert én olyan nőket álmodtam. Igen, ez mondjuk nagyon intim. Hogy 3 gyereke van a valamelyik szépséges tájé lánytól, és ezért hallgatom, hogy... Ezt álmodtam. Nem, ezt velem közölted, hogy itt van egy tájé feleséged, és hogy van 3 gyereked. És egyre kerekebb lett a szemem ettől a történettől. Ennyien mondom, de jó erőben vagy, gondoltam magamban. Azután kiderült, hogy nincs 3 gyerek, így nem is kell hazahozni őket. Pedig Sas József már éppen azt pedzegette a tájföldi betegágyán a feleségének, hogy nagy a lakás, elférne itt a gyereksereg. Azért örültem ennek a kis történetnek, mert így igazán vidám, már-már Sas kabarés hangulatban köszönhettünk el. Nagyjából 2 órát vendégeskedtünk Sas Józseféknél. Azt tűnt fel nekem a legjobban, hogy a művész, akit az elmúlt egy évben annyira megviselt az élet, mennyire ragaszkodik mindenhez. És mennyire hisz abban, hogy fog ő még színpadon állni. Őszintén szólva, most már én is hiszek ebben. És tudják, mi volt a legmeghatóbb? Az, amikor megkértem, hogy énekeljen egy kicsit a feleségének, és ő szó nélkül megtette. Te tavasztoztál télnek idején, és fájó szívvel búsan kérdem én, és nézem a fényképet, és néha föl-föl éled, hogy te tavasztoztál télnek idején, mert tavasztoztál télnek idején. A heti naplóban Erdési Zoltán riportját látták.